Következőkben nyitott szívvel és hálatelt szívvel készüljünk az evangelizációs ige hirdetésre, amelyet Icc és István nyugalmazott lelkész fog közöttünk hirdetni és szolgálni, aki missziói lelkész, és azt hiszem, hogy nem is kell őt bemutatnom, mert mindannyian ismerjük, akiknek az ige hirdetései, prédikációi nagy hatással vannak ránk. Kérem, fogadjuk őt szeretettel, és felkérem őt erre a szolgálatra. Tisztelető püspök úr! Egyházkerületi elnök úr, kedves lelkész testvérek és drága testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Most ezen a csodálatos szép napon, amikor ilyen nagy létszámmal együtt lehetünk, higgyük el, és komolyan mondom, higgyük el, hogy nem vagyunk egyedül, abban az értelemben sem vagyunk egyedül, hogy nem csak mi testvérek lehetünk itt szeretett közösségben, hanem velünk van a mi Urunk, hiszen ezt megígérte, és én mélységesen hiszem, hogy ő itt van velünk, és van szava hozzánk. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus! Dicsőítünk, áldunk és magasztalunk téged, mert nélküled egészen hamis volna a mi Isten ismeretünk. Te eljöttél közénk, és benned felragyogott Isten dicsőségének ismerete. Köszönjük, Urunk, áldunk és magasztalunk ezért, hogy nem csak az egyház közösségéhez, nem csak egy gyülekezethez, hanem személyesen mindannyiunkhoz lehajolsz, és van szavad hozzánk, beszélsz velünk az életünk dolgairól, és köszönjük, Uram, hogy neked jó terved van velünk. Megnyitottad előttünk az élet távlatait. Olyan nagy szükségünk van, Uram, hogy értsük az életünk értelmét, hogy megértsük azt, ami csak tőled kapható, amikor felemelsz bennünket, a tekintetünket, most különösen is a mennybe menetel ünnepe után, Uram, mi is sokszor úgy nézünk az égbe, mint tanítványaid, de elküldtél bennünket, hogy ne az égre nézzünk csak, hanem vegyük észre a testvéreinket, vegyük észre a körülöttünk lévőket, mindenek előtt a családunkat, szeretteinket, hogy a te szereteted átáradhasson a mi szívünkbe, és valóban megvalósulhasson közöttünk az az öröm és boldogság, amely a tőled kapott szeretet által ma is paradicsom kerté teheti a mi otthonainkat, életünket, ha valóban mi és a mi házunk népe az Urat szolgálja. Áld meg most számunkra a te igédet. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, hallgassuk meg Isten szent igéjét, ahogy az megírva található Józsué könyvének 24. fejezetéből olvasom Isten igéjét. Több verset is fel fogok olvasni, nem csak azt az egyet. A 14. verstől olvasom az igét. Most azért az Urat féljétek, és őt szolgáljátok tökéletesen és igazán. Távolítsátok el azokat az isteneket, amelyeket atyáitok szolgáltak a folyamon túl, meg Egyiptomba, és az Urat szolgáljátok. De ha nem tetszik nektek, hogy az Urat szolgáljátok, válasszátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni. Akár azokat az isteneket, akiket atyáitok szolgáltak a folyamon túl, akár az emóriak isteneit, akiknek a földjén laktok, de én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Erre azt válaszolta a nép, és ezt mondta, távol legyen tőlünk, hogy elhagyjuk az Urat és más isteneket szolgáljunk. A mi Istenünk az Úr. Ő hozott ki bennünket
és atyáinkat Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. És azokat a nagy jeleket tette szemünk láttára, megőrzött bennünket minden úton, amelyen jártunk, és minden nép között, ahol átvonultunk. Kiűzött előlünk az Úr minden népet, és az országban lakó emóriakat is. Mi is az Urat akarjuk szolgálni. Bizony, ő a mi Istenünk. Akkor Józsué ezt mondta a népnek, nem tudjátok ti szolgálni az Urat, mert Szent Isten ő, féltől szerető Isten, ő nem tűri el a hitszegéseiteket és a vétkeiteket. Még szeretném felolvasni, ami tulajdonképpen megadja az alaphangot a mi mai napunkhoz, a Sömát, így mondják izraeliták. Halld meg, Izrael, az Úr a mi Istenünk egyedül Úr. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, a mai nap témája pontosan az a szeretet, amely attól az Istentől áradhat felénk, aki a mi Istenünk. Az Úr, a mi Istenünk, mondják, és vajon a te Istened is az Úr? Az én Istenem is ő? Egyáltalán ismerjük-e mi az Istenünket? Először is szeretném azt mondani, hogy mielőtt az igét komolyabban megérthetnénk, értsük meg, hogy kicsoda Isten. Hogyan ismerhető meg ő, és hogyan szolgálhatunk neki. Ebben a hármaságban foglaljuk össze most azokat a gondolatokat, amelyeket Isten igé elénk tár. Ne gondoljuk, hogy akár Józsué korában, akár ma az egyházban, templomos emberek között is mindenki világosan és tisztán és jól ismeri az Urat. Ez nem egészen így van. Tehát szükségünk van arra, hogy megismerjük őt. Ha megismertük őt, akkor valami olyan folyamatok indulnak el az életünkben, amelyet így is szoktunk nevezni, hogy megtérünk, oda megyünk hozzá, nála keressük az életünk értelmét és célját. Tehát nem hiába való feltenni ezt a kérdést, hogy kicsoda a mi Istenünk, hogy ismerjük-e igazán őt. Luther a Nagy Kátéban magyarázza az első parancsolatot. Ne legyen más Istened. És pár mondatot felolvasok tőle. Istenem van. Tehát azt jelenti, hogy szívem szerint bízom és hiszek benne. Ahogyan ezt sokszor mondtam, ha igaz a te hited és a te bizodalmad, igaz a te Istened is, ahol viszont téves és hamis a bizodalom, ott nincs az igaz Isten sem. Mert a kettő, hit és Isten összetartozik. Mondom tehát, amire a szívedet hagyod és bízod, valójában az a te Istened. Ennek a parancsolatnak tehát az az értelme, hogy a szívnek az az igazi hitét és bizodalmát követeli, amely az egy igaz Isten felé fordul, és egyedül rajta csüng. Tehát Luther már eleve kifejezi, hogy neked csak akkor lehet helyes Isten ismereted, ha helyes a hited. De hát hogy lehet helyes a hitem, ha ismerem azt az Istent, akiben bizakodok, akiben reménykedek, mert azt mondja, az a te Istened, akitől minden jót várok. És valóban így van, és Józsué, mondhatnánk, ebben a sikemi országgyűlésben újra szövetséget köt a népe nevébe az Úrral. A szívükre helyezi. Még ma döntsétek el, kinek akartok szolgálni, ki a ti istenetek, hiszen az ige azt mondja, ne legyen más istenetek. Tehát nagyon fontos őt megismerni, és én azt gondolom, hogy
amikor azt mondja, hogy távolítsátok el a közöttetek lévő idegen isteneket, akkor az ember kicsit megbotránkozik. Hát hogy történhetett? Különösen ez a nemzedék, akik között még élnek azok az öregek, akik látták Istennek csodáit, akik látták, hogy milyen hatalmas karral és erővel vitte be őket az ígéret földjére, és minden úgy történt, ahogy ő megmondta. Nagyon érdekes, hogy Józsué nem azzal akarja megerősíteni a népét, hogy valami teológiai eszmefuttatásokban, teológiai, tudományos ismeretekbe részesítse őket, hanem a cselekvő, a közöttük és közöttünk cselekvő Istenre mutat. Így lehet őt megismerni, hogy közötted, közöttünk, a saját életemben láthatom, hogy miként cselekszik az Isten, és így lehet megismerni őt. De Józsué nagyon radikálisan felszólítja őket, hogy távolítsátok el az idegen isteneket. És valóban szomorú, hogy vannak ma is közöttünk hamis istenek. Tulajdonképpen a bálványokat mi alkotjuk, és minden hamis isten ismeret bálvány. Tehát nagyon komolyan meg kellene érteni, hogy hogy juthatok én igaz isten ismeretre. Pár hete temettem egy volt erőműves kollégámat. Gyakorló katolikusok voltak, feleség, azt mondja nekem, vajon igaz az, amit itt a Százhalombatai katolikus templomban egy országos hírű katolikus atya példaként említett nekünk, hogy gondoljátok el, hogy az Isten egy hegyen lakik, és erre a hegyre többféle ösvény vezet. Az egyik oldalon mennek a buddhisták, a másik oldalon a hinduk, a harmadikon a keresztények, és így tovább, és végül mindannyian megérkezünk a csúcsra. Hát mondtam neki, hogy ez bizony súlyos tévedés. Ha ez így volna igaz, akkor tulajdonképpen a mi hitünk alapjaiban nem igaz. Mi miben hiszünk? És testvére, kétféle, hogy így mondjam, vallásos útban reménykednek az emberek. Az egyik az, így is mondhatnám, az egyik az a kaini vallásosság, aki azt gondolja, hogy le és ki lehet fizetni az Istent. Továbbiakban azt gondolják, hogy én áthatolhatok a láthatatlan világ falán, és megismerhetem az Istent. És ezt magunknak, a vallásunknak, a jó vallásosságunknak tulajdonítjuk. A biblikus hit pedig azt jelenti, hogy nem tehetek semmit az üdvösségemért. Tessenek elolvasni a 49. Zsoltárban, milyen világossá teszi az ige, hogy mit adhat az ember váltság díjul az ő lelkéért az Istennek. Azt mondja, semmit, mert olyan drága az élet váltsága, hogy végképp le kell tenni lóra. Tehát tulajdonképpen az a kétfajta vallásosság, a másik az, hogy én semmit se tehetek. De az én Uram mindent megtett, értem. Ez az evangélium. És akkor nem kell méricsgélned, hogy teljesítetted-e azokat az előírásokat, amiben talán reménykedtél, hanem biztos lehetsz az üdvösségedben, az örök életedben, hogy az Úr Jézus Krisztus, az Isten fia mindent megtett, értem. Isten ismeret? Valóban, Isten nem a hegyen lakik. Így mondja az ige, a magasságban és szentségben lakom. Igaz, hogy a nyomorulttal és a szegénnyel is, de Jézus így tanított minket imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekbe vagy. Tehát Isten a láthatatlan világ Istene, a mennyek Istene. És Jézus azt mondta a zsidóknak, hogy közületek, senki nem látta az ő arcát.
Senki nem hallotta az ő hangját. Így mondja az Úr, az ő hangját nem hallottátok soha, arcát nem láttátok. Igéje sincs meg bennetek maradandóan, mert abban, akit ő elküldött, nem hisztek. Igen, Jézus, aki a mennyből szállt alá, ő az Isten fia, ez a mi hitünk, hogy benne az Isten emberré lett. És nagyon szeretném hangsúlyozni, nem megistenült ember, hanem emberré lett Isten. Mert megistenült emberekre azt gondolom már nincs szükségünk, volt belőle épp elég. Nekünk, ami drága Úrunkra van szükségünk, aki megismerhető, kitette a képét ebbe a világba, a kinyilatkoztatás. Olyan főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus az Isten fia, így mondja az ige. Tehát eljött Isten közénk, mint egy letranszformálta magát, tapinthatóvá, láthatóvá tette. Azt mondja János apostol a prológusba, az evangélium a prológusába, hogy Istent soha senki sem látta. Az egyszülött Isten, aki az atya kebelén van, ő jelentette ki nekünk. Értitek az Isten ismeretének titkát? Ő jön hozzánk. Nem nekünk kell törtetni, áthatolni titkos csatornákon és az egeken, hanem ő jön hozzám, és most is jön hozzánk. És azt akarja, hogy megismerjük őt. És testvérek, ha valaki Jézus Krisztus megismeri, akkor gyönyörűséges Istent ismer meg, mert Isten kitette az ő arcát ebbe a világba. Jézus Krisztusban. Milyen az Isten? Olyan, mint Jézus Krisztus. Csodálatos, szeretetteljes. Kívánhatnánk-e többet? Olyan Istent, mint aki az életét adta érted. És értem. Ez nyugodott le engem, ez ragadott meg, és gondoljátok, milyen csodálatos az, amikor az atya is azt mondja a fiáról, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. És itt van az Isten ismeret következménye, hogy gyönyörködök-e benne, miután megismertem. Persze, ha nem ismerem, hát szeretni se tudom. Hát azt nem lehet szeretni, akit nem ismerek. De akit ismerek, azt lehet szeretni. És igenis egészen közel jön hozzánk. Egészen lehajolt hozzánk. És Józsué tudja, mit beszél. Ő nagyon jól tudja, mit beszélt. Izrael, a te életed az Úr. Ne legyen más istened. Távolítsátok el az idegen isteneket, mondja. Mert ma is vannak idegen istenek. Tessék elhinni, olyan sokan okkult erőkbe, képességekbe bíznak, és van mögötte hatalom. Pál apostol azt mondja, hogy amikor pogányok voltatok, valami ellenállhatatlan erő vitt és vonzott benneteket a néma bálványok felé. Ne becsüljük le. Így érthetjük csak meg, hogy történhetett meg, hogy Izrael újra és újra idegen isteneket imádott. Hogy történhet meg egy keresztény emberrel, hogy elhomályosodik az Isten képe, azt se tudja már, kicsoda az Isten. Igen, ez a mi nagy problémánk. Nagyon érdekes, hogy az Ószövetségben, hiszen Józsué tanúja volt a szövetségkötésnek, egyetlen feltételt szabott az Isten, mert hiszen ha szövetséget kötök, akkor két fél között köttetik a szövetség. Ha engedelmesen hallgattok az én szavamra, mondja az Úr, akkor ti az én népem lesztek, és én a ti istenetek leszek. Tehát itt van az egyetlen feltétel az ember számára, az engedelmesen hallgatni az Isten szavát, igéjét. És ez helyreállítja a kapcsolatot. Mert miért is szakad meg a kapcsolat? Hát testvérek, ahogy az Ézsaiás 59-ben olvasuk, hogy a ti bűneitek választanak el a ti istenetektől. Mert szent Istenő, mit mondott Józsué? Nem tudtok ti az Istennek szolgálni. Akkor miért biztatja őket? Ugye milyen kettősség van? Azt mondja, még ma döntsétek el, kinek akartok szolgálni?
Aztán azt mondja, nem tudtok ti az Úrnak szolgálni. Na hát erre majd visszatérek mindjárt, de próbáljuk megérteni azt, hogy az Ószövetségben már Isten kijelenti az új szövetség lényegét. Akkor nem tanítja többé az egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok. Így szól az Úr, mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre. Tetszenek értem, milyen csodálatos ez az ígéret? 500 évvel Jeremiás prófét által mondja el ezt az Úr, ahol bejelenti az új szövetség ígéretét, és az új szövetség lényege, hogy megbocsátja bűneinket. A tiédet, meg az enyémet is. Hát én tudom, hogy nekem van mit. És olyan drága dolog ez, hogy nekünk nem kell kétségeskedni, nem kell kétségbe esni, mert Istennek az a célja, hogy megbocsásson, neked is, nekem is, ebből élhetek. Ez teheti, így mondom, boldoggá az életemet. Békesség árad akkor Isten gyermekeire, amikor rendeződik köztem és közte a kapcsolat, mert megbocsátja. De ennek a megbocsátásnak alapja van. A Krisztus drága áldozata. Hát ilyen a mi Istenünk. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Mindannyian a magunk útjára jártunk. Tévelyektünk, mint a juhok. De az Úr, őt sújtotta mindnyájunk bűnéjét. Ez valami igazságtalanság. Ő bűnhődik, hogy nekem békességem legyen. Igen, de ez a szeretet. Ez az a halálos szeretet, amiről Isten igéje beszél. És ez a szeretet teheti csodálatosá, testvérek, számunkra ezt az életet. Ha az ő szeretetét befogadom, és tovább sugározhatom, akkor egészen más kapcsolat alakul ki a férj és feleség, a szülők és a gyermekek között. Ez az önfeláldozó szeretet, ami Istentől áradhat csak ránk. Amikor ugye itt Sikemnél jön össze Izrael, és olyan érdekes, hogy közel 500 éve, illetve talán most már több mint 500 éve, ugyanezen a helyen Jákob rettenetes módon élte át, amikor a fiai lemészárolták Sikem lakói, férfi lakóit. És akkor Jákob megdöbbent. És mit mond a fiainak? Ugyanazt, amit később Józsué, távolítsátok el a köztetek lévő idegen isteneket. Jákob rájön, hogy a fiai azért viselkedtek embertelenül, mert istentelenek voltak. Mert hamis istenek voltak közöttük. És nem az Úr volt az ő Istenünk. És aztán azt mondja, menjünk fel Bételbe. Egész pontosan így mondja Jákob. Ekkor ezt mondta Jákob háza népének, mindazoknak, akik vele voltak, távolítsátok el az idegen isteneket, amelyek nálatok vannak, tisztítsátok meg magatokat, váltsatok ruhát, készüljünk, menjünk fel Bételbe, oltárt akarok ott készíteni az Istennek. Jákob már tudta, ő megtusakodta ott a jabbók révénél. Ő már tudta, hogy vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Felmegyünk Bételbe, oltárt akarok készíteni az Úrnak, és a mi oltárunk ott áll a Golgotán. És ahogy mondja a zsidó levél, hogy az lehetetlen, hogy bikák és bakok vére eltörölje a bűnt, de ő egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tette a megszenteteket. Ez a mi hitünknek a titka, testvérek, a Golgotai kereszt, a kereszt Krisztusa, aki kibékített engem az Istennel. Nem szolgálhattak az Úrnak, és az ember azon gondolkodik, hogy de hát hogyan szolgálhatnék én egyáltalán akkor az Úrnak, ha
kimerem mondani, hogy a zsidók is kimondták, mi az Úrnak akarunk szolgálni. Ő a mi Istenünk. Ő hozott ki bennünket Egyiptom földjéről. Hát testvérek, valóban nem tudunk szolgálni az Úrnak. Most senki ne botránkozzon meg, de mint lelkész átéltem ennek a nyomorúságát. Amikor az embert elkapja a lendület, megy ez nekem. Úgy nem fogalmazzuk meg ezt a fejünkbe, csak a lendület visz bennünket. Aztán ilyenkor mondhatom ki, hogy a jövő életem ilyen stádiumban merő kudarc. Mert csak a Krisztus lelke tehet képessé engem az Isten szolgálatára. Komolyan ezt meg kellene érteni, hogy a mi emberi természetünk alkalmatlan a Szent Isten szolgálatára. De amikor újonnan születik az ember, amikor befogadja a Krisztus lelkét, akkor ő tesz alkalmassá bennünket. És akkor átéljük boldog örömmel, hogy csodálatos vagy Uram, és akkor működnek a szolgálataink, és akkor értjük, hogy az Isten mit akar velünk. Ha az ember most körülnéz Európában, nem kell messze menni itt Magyarországon, a mi gyülekezeteinkbe, akkor azt tapasztaljuk, hogy hát ha nagyon szolidan akarok fogalmazni, akkor a mi kereszténységünk mély válságban van. És én ezt a válságot pontosan abban látom, hogy nem szolgálunk az Úrnak, hanem magunknak szolgálunk. Magunkat szeretjük, magunkat imádjuk, magunkat akarjuk megvalósítani. Hát csak tessenek megfigyelni, mennyire tudjuk mi magunkat szeretni. Aztán, ha nem imádnak bennünket, akkor megsértődünk. Hát ilyenek vagyunk. Aztán egy olyan válságos világban élünk, amikor tényleg elhisszük, hogy az életünk értelme az, hogy én valósítom meg magamat. De testvérek, ez kontár munka. Ha az Isten valósít meg engem, akkor az én teremtőm tud megvalósítani engem, és ez az újonnan születésben történik meg, és csak akkor tudok szolgálni. És mi a válság oka? Az, hogy sodródunk. Sodródunk ezzel a világgal, és az élvezetekbe, a testi örömökbe, a jólétbe, a gazdagságba, a sikerbe akarjuk boldoggá tenni az életünket. De ez nem így van. Egyébként nagyon érdekes, olvastam Jürgen Habermas, egy német filozófus, akiről azt írják, hogy marxista filozófus, következő gondolatot veti fel. Bajban van Európa, mert azt súgják a fülünkbe, hogy értelmetlen a világegyetem, és értelmetlen a te életed is, mondja egy marxista filozófus. Aztán példát hoz arról, hogy Zürichbe elmegy egy barátja temetésére, és a temetésen minden úgy történik, ahogy az elhunyt végakaratában ezt elrendelte. Pap nincs, két ismerőse méltatja az ő életét, és akkor Habermas megfogalmazza, nem volt pap és áldás. A hangait szércolták valahova, és nem volt amen. Tetszenek érteni? Egy marxista filozófust, aki kezdi felismerni európai gondolkodásunk válságát. Így is mondhatnám, a hitünk válságát. És akkor mi a kiút? Hát, ahogy mondja Efraim, megvertél engem, mint egy tanulatlan borjút, és én elszenvedtem a verést. És aztán így szól az ige továbbiakban, hogy téríts meg engem, ha téríts meg minket, akkor megtérünk. És akkor az Isten megint a szívéről beszél, mert néha Isten föltárja előttünk a szívét, és azt mondja, nem drága gyermekem Efraim, ha megfenyegetem is, a szívem
remeg érte. Nem tudom, értitek az Istennek ezt a szeretetét, hogy érted, értem, remeg az Isten szíve, a féltőn szerető Isten félt engem önmagamtól, félt engem ettől az eszement gondolkodástól, ami eluralkodott rajtunk, fél a mi istentelen állapotunktól. Igen, fél, mert szeret engem, és szeret téged. Ez a szeretet ragadott meg engem. Én emlékszem, és itt van az emberi természetnek a félelmetes volta. Én emlékszem, mert 16 éves lehettem, amikor megfogalmaztam magamnak, hogy nekem ugyan meg kéne térni, de nem akarok. Mert én még élni akarok. Ó, testvérek, az élet kérdése. Mi az élet? Aztán 20 éves koromra rájöttem, hogy én semmit nem veszítek azzal, mert az ördög elhitetem téged, hogy ez sem szabad, az sem szabad, így sem élhetsz, úgy sem élhetsz, ebbe ugyan sok igazság van. Talán az ember vesztes lesz akkor, ha Krisztust szolgálja? Világi értelemben sokszor igen. A rajongók hirdetik, gyere Jézushoz, meggyógyulsz, sikered lesz, gazdag leszel. Testvérek, ez nem igaz, mert nem erre van az ígéret. Arra van az ígéret, boldog leszel. Boldog leszel. Erre van az ígéret. És nem a pénz, nem a gazdagság, de higgyétek el, valami hihetetlen módon úgy gondolkodunk, hogy az idegen istenek, a Baál, a Mammon, nem szolgálhatunk két úrnak, tessék csak meghallgatni, ami úgynevezett protestáns költőnknek az egyik versét, Ady Endre, ima Baál Istenhez. Csak pár sort idézek a versből. Ó Baál, állj mellénk lelked kegyelmével, minden pénzeknek trónján valahol, fordíts felénk fényes, kegyetlen arcod. Én harcolnék, megharcolnám a harcot, tudok alázva élni, lélek áron. Hát testvérek, na ezelől meneküljünk el. Tehát én is így gondolkodtam. Az én természetem is ilyen, de az Úr Jézus lenyűgözött engem az ő szeretetével, az ő kegyelmével. Aztán most csak egy példát mondok, az apámnak elég kudarcos, így is mondhatnám emberi értelemben, nyomorúságos élete volt. Nagyon sok súlyos betegséget hordozott. Aztán az 50-es években, a Rákosi korszakban igen keményen üldözték. Bebörtönözték, az ávon rendszeresen elhordozta, hol az András út 60-ra, hol ide, hol oda. Aztán elmúltam 20 éves, amikor egyszer megkérdeztem édesapámat, hogy édesapa, az ávósok megverték? Erre apám azt válaszolta, nem fiam, engem sosem vertek meg. És kérdezem tőle, és vajon miért nem? Azt mondtam, mert én mindig az Úr Jézusról beszéltem nekik. És erre döbbenten kérdeztem, és meghallgatták. És aztán erre apám nagyon öntudatosan azt mondta, fiam, engem mindig meghallgattak. Aztán nem értettem először a dolgot, és elkezdtem gondolkodni, és eszembe jutott, hogy miért is hallgatták meg őt. Mert az én apám tekintetéből soha, de soha nem a gyűlölet tört elő. Az ő szemeiből mindig a szelíd, kedves szeretet. Mindig. Soha nem lehetett kihozni a sodrából. Valami krisztusi tekintettel tudott nézni. Nyomorúságos volt az élete, testileg. De boldog volt. És amikor az utolsó 5 évében csak 2 órát lehetett fönt egy nap, mert olyan súlyos szívbeteg volt, akkor azt mondta, halál előtt 3 hónappal, amikor 2-esben maradtunk, hogy fiam, a Szentlélek olyan örömöt ad, hogy alig tudom elhordozni. Tetszenek érteni a boldogság titkát? Mi megszerezhetjük a fél világot. És akkor fogunk rájönni, hogy nem vagyunk boldogok. Akkor fogunk rájönni,
hogy nem ez az út veszett a vissza a paradicsomba, hanem a Krisztus. Egyedül ő. Üdvözítő született ma néktek, mondja az angyal, és higgyétek el, nem csak abban az értelemben üdvözítő az Úr Jézus, hogy amikor lehunyod a szemedet, oda hát fogod felnyitni, hanem abban az értelemben üdvözítő, hogy itt és most helyreáll a paradicsomi állapot. Újra boldog vagyok, mert a helyemen vagyok, mert az Atyánál vagyok. Erre van szükségünk, testvérek, erre a szeretetre van szükségünk, erre az Istenre van szükségünk. Semmi más nem pótolhatja. És nem a mi vallásunk üdvözít bennünket, hanem a mi üdvözítőnk üdvözít bennünket. Idéztem egy marxista filozófust, hadd idézek még egyet. Engels azt mondta, zseniálisan meglátott valamit, hát persze nem véletlen. Azt mondta, ezen a világon nagyon sokféle vallás van, nagyon sokféle filozófia van, nagyon sokféle ideológia van, de csak kettő részre lehet osztani őket. Vagy krisztusi, vagy antikrisztusi. És amikor Habermas említettem, az embernek kicsit könnybe lábad a szeme, hogy na lám. De azért annyira ne örüljünk, mert hiszen Habermas volt az, aki 2010-ben, amikor Pécs az európai kulturális egyik főváros volt, akkor Habermas volt az, aki a három küllős kereket hozta Pécsre. Mi ez a három küllős kerék? Egy vallási szimbólum, egy új vallási szimbólum, az egyik küllő a zsidó vallás, a második küllő a keresztény vallás, a harmadik küllő pedig a mohamedán vallás, az Ábrahám Istenét tisztelő vallások közösségét akarja szimbolizálni. De testvérek, mi itt a probléma? A probléma az, hogy ez a közösség csak akkor jöhet létre, ha Krisztus kimarad. Mit mondott Ábrahám Istene? A te magodban, a te utódodban áldatik meg a föld minden népe. Hát ne hagyjuk a mi Urunkat, hiszen akkor mindent elvesztünk. Én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Milyen Urat? Azt az Urat, amiről a Söma, Izrael hitvallása azt mondja, az Úr egyedül Úr. És ez az igazság. Ő egyedül Úr. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből. Hát tudom én ezt tenni, ez a teljes szeretet, ez az imádat. Hát tudom én imádni az Istent? Testvérek, nem. Nem. Mi nem tudjuk. Hát csak gondoljátok, nem ezt kéri számon a bukott tanítványtól az Úr Jézus. Szeretsz engem? Hát Péter azt mondja, hát tudom, te Uram, mindent tudsz, te tudod, hogy én szeretlek téged. És akkor mi volt a baj? Hát tényleg szerette őt. Csak nem teljesen. Nem ő volt az első helyen, hanem Péter. Nem ő van az első helyen, hanem én. És akkor nagy a baj. Mert akkor nincs teljes szeretet. De miért? Az Úr Jézus is azt mondja, ha valaki jobban szereti apját, anyját, mint engem, nem méltó hozzám. Na de hát hogy lehet jobban szeretni az Istent? És miért kéne jobban szeretnem? Hát testvérek, mert ő az életem. És gondoljátok el ezt a kis butácska példát, ha mi földünk nem a nap körül forogna, hanem mondjuk a Jupiter körül, mert a tömegviszonyok szerint a Jupiter körül is foroghatna. Egy fűszál nem lenne ezen a földön. De tessék elhinni, ha mi életünk nem az Isten körül forog, ha én nem őt imádok, ha nem ő van a középpontban, akkor elszáll az én életem. Akkor nincs, ami megtartsa. Az isteni szeretet tömegvonzása tarthat meg téged. Én tudom gyakorlatból, amikor tényleg imádom az Urat, és tele van a szívem iránta való imádattal és dicsőítéssel, akkor tudom szeretni az enyémeket. Akkor tudom szeretni igazán
önfeláldozó módon a feleségemet, a gyermekeimet, és mind azokat a testvéreimet, akiket csak rám bízott az Úr. Ha ez a kapcsolat megromlik, akkor megromlik, azonnal megromlik az emberi kapcsolatok is, mert hiszen a parancsolat, szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, és a fele barátodat, mint magadat, de ez a kettő nem választható szét. Én nem tudom szeretni a fele barátomat, mint magamat, nem tudom szeretni az enyémeket, és nézzétek meg. Olyan eseteket mondhatnék el, hogy tényleg az apa szinte imádta a gyermekeit. Aztán jött egy szőke bombázó, aztán ott hagyta a gyerekeit. És akkor a 9 éves kisfiú odaáll az apja elé, apa, te ezt képes vagy megtenni, hogy itt hagysz bennünket? És megtette. A kívánság. Ugye, nehogy azt higgyétek, ez valamilyen törvényeskedő, pietista dolog, aki ebbe bizonytalan, ajánlok egy könyvet. Zimbardo, egy amerikai szociológus, írt egy jó vastag tanulmányt a mai amerikai társadalmi viszonyokról, és itt járt 16-ban Magyarországon. A könyv rengeteg dolgot feldolgoz, de a legnagyobb probléma az alcím, a főcím, hogy a kapcsolatok, és hova lettek a férfiak. És bemutatja, hogy a pornó az, amelyik szétzilálja és tönkreteszi, elamortizálja az amerikai férfi társadalmat. És itt, mikor az író-olvasó találkozón is elmondja ezt a problémát, akkor azt is bevallja, hogy nem lát megoldást. Erre az alkalom után oda megy hozzá a kiadó egyik alkalmazottja, egy fiatalember, akitől személyesen hallottam ezt a történetet, és azt mondja, hogy én tudom a megoldást. Nocsak, mondja az idős író. És a fiatalember azt mondja, én is pornófüggő voltam, de az Úr Jézus Krisztus megszabadított. Hát az öreg úr csóválta a fejét, hát igen, nehéz ezt elhinni. Látják rajtunk, hogy szabadok vagyunk. Mi jó, ha bűntől szabad, ha Krisztus szolgája vagy. A bűn szolgálja, gyáva rab, a Krisztusé szabad. Igenis, hogy tönkre megy az életünk. Nem leszünk boldogok, csak ha ez az isteni szeretet áthatja az életünket. Akkor igen. És Rembrandt képével szeretném befejezni azt a csodálatos képet, talán mindannyian láttuk, természetesen nem élőben, amikor a tékozó fiút az atya átöleli. Hazamegy. És az atya átöleli a disznószagú rongyos fiát. Nem lehet olyan mélyre süllyedni. Nem lehet olyan nyomorúságba keveredni, ahonnan nincs visszaút az atyai házba. Van visszaút a szeretet otthonába, a szeretet Istenéhez. És akkor a te életed is boldog lesz, a te életed is kiteljesedett élet lesz, akkor a családjaink kivirágoznak, akkor tudjuk szeretni azokat, nem csak azokat, akikben találok valami okot, mondja a fiatalember, hát nagyon szép vagy, szeretlek, vagy mondja a kisfiú, hogy szeretlek, anya, persze, teljesen rászorul az élete, hanem az Isten azért szeret, mert én szorulok rá. Azért szeret, ez az isteni szeretet, nincs oka, illetve bennem van az oka, rászorulok. Az én drága mennyei édesatyámra. És Krisztus, Krisztusban kitette Isten a képét, és ez a kép arról beszél. Ő Isten dicsőségének kisugárzása, lényének képmása, aki hatalmas szavával tartja fönn a mindenséget, benne engem és téged, és ez az isteni szeretet, ez a hihetetlen kohéziós erő,
Ez tarthatja össze a gyülekezeteinket, ez tarthatja össze a közösségeinket, a családot, és akkor az ember áldozni tudja magát, mint ahogy a mi Urunk áldozta magát. Tudod áldozni? Isten tőlem megkérdezte többször is. Te oda tudnád adni az életedet a feleségedért? Erre azt válaszoltam, Uram, én nem, de ha te lelked lakik bennem, akkor igen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, mély bűnbánattal kell megvallani, oly sok mindent elrontottunk, olyan sokszor tönkretettünk szent dolgokat, amik tőled valók. Olyan sokszor lelepleződtünk, hogy nálad nélkül semmit sem cselekedhetünk, ami te szerinted isteni, ami tőled való, ami szent és tökéletes. De tudjuk, hogy benned és általad a hívőnek minden lehetséges. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te célt adsz az életünknek. Az élet távlatát nyújtottad nekünk. És a hihetetlen szereteteddel lehajolsz hozzánk, és kérünk, hogy a Szentlélek által kapcsolj be bűnket ebbe az isteni körbe, hogy a mi szívünkben is felgyulladjon az a szeretet, ami tőled való. Ajándékozz meg bennünket így önmagaddal, és tudjuk, hogy akkor minden a miénk, ha mi a tiéd vagyunk. Így áld meg, Uram, egyházunkat, így áld meg családjainkat, gyermekeinket, unokáinkat, így áld meg, Uram, a mi népünket, és tudjuk, hogy te az egész világot átölelted szereteteddel, hiszen úgy szeretted a világot, hogy egyszülött fiadat adtad, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Köszönjük, Urunk! Amen. Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.